Magyarországon jelenleg 20 békéltető testület működik, 19 megyében és egy a fővárosban. Ezek állami költségvetésből működnek. A rendezvényen elhangzott legtöbbször szavatossággal kapcsolatos hibás teljesítési ügyekkel találkoznak a testületi tagok. Szolgáltatás terén a hulladékszállítási ügyek, termékeknél pedig a cipő szavatossággal kapcsolatos ügyek a leggyakoribbak. Egyre gyakoribb például a használt gépkocsi vásárlás. Sajnos itt még sokszor a kereskedők sincsenek tisztában a jogszabályi lehetőséggel, illetve előírásokkal. Úgyhogy gyakran előfordul, hogy amikor a békeltető testület előttvel úgymond megismerkednek, akkor hajlanak az egyességre, és eredményesen zárul a meghallgatásunk. 2015. szeptemberében módosították a fogyasztóvédelmi törvényt, és ezzel együtt bevezették az együttműködési kötelezettséget a fogyasztóvédelem és a békeltető testületek között. Ennek köszönhetően egyre gyakoribb, hogy sikerül peres eljárás nélkül egyességet létrehozni a felek között. Amióta megjelennek a békeltető testületnél a bepanaszolt vállalkozás képviselői, azóta megfordult az arány, és kétharmad arányban gyakoribb a egyesség létrehozása. És mivel ugye ez mindkét félnek az akaratán alapul tulajdonképpen, így a végrehajtása is sokkal eredményesebb. A fogyasztók először a járásokban találkoznak a fogyasztóvédelmi hatósággal, de azokban az ügyekben, amelyekben a békeltető testület jár el, ezeknek a hatóságoknak nincs jogkörük. Ezért egy országosan egyesített kérelmet hoztak létre, amelyet a járási hivatalokban megkapnak és kitölthetnek a fogyasztók, így az ügyek rögtön a békeltető testülethez kerülhetnek.